Szentmiklósi Tamás sorrendben 5. kötetének bemutatójára került sor november 22-én a Gerzson Sörözőben. A bemutatón, amely egyben zenével és tánccal kísért felolvasóest is volt, a közönség a mai korhoz igazodva hírek, rövid történetek és SMS-ek formájában kapott lenyomatot korunk néha groteszk, értékvesztett világáról. Már járt itt Tercsiben, méghozzá a Zátony sörözőben, szintén egy felolvasó esten. Most ismét egy sörözőben vagyunk. Mi ez a vonzalom a vendéglátóhelyek iránt? A kocsmai szférát egy olyan helynek tartom, ahol mindenféle egyéb helyeken létező társadalmi korlátok nélkül tudok kommunikálni, érintkezni bárkivel. Ez nem egy szimpla felolvasó est, mert van egy zenés, illetve egy táncos kíséret is hozzá. Ez mennyiben járul hozzá a nagy egészhez? Nem nagyon lehet embereket székbe ültetni, hogy végighallgassanak felolvasott szövegeket. Fel kell dobni a műsort. Ráadásul a két ember, aki állandóan kísér engem táncban, zenében, barátaim, tehát ők azért rá vannak hangulódva a szövegekre. Anna Maria Acquista Pace a napfényes Itáliából. Bogdán József a borongós hangulatú Tolna megyéből. Én pedig Szentmiklósi Tamás vagyok a Porlepte Budapestről. Mennyire fontos a közönségnek a reakciója, esetleg ebből mit lehet építkezni? Nagyon fontos a közönség reakciója, hát ez a legnagyobb fokmérő, mert megjelenik egy könyvben, valaki elolvassa, aztán vagy mond valamit, valamilyen módon jelzi, vagy nem, de nekem a legfontosabb az, ami akkor történik, amikor ez élőben hangzik el, és egyszerűen látom a tekinteteket. Ezek nagyon-nagyon fontosak nekem. Témát illetően miről szól ez a könyv? Azért itt kaptunk belőle egy ízelítőt, ez félig meddig a mai világnak a lenyomata. Igen, a mai világ lenyomata, meg annak, hogy én hogy tudom elviselni ezt a mai világot a humor segítségével. Az első három kötet az félig meddig egy kronológiai sor. Igen. Ez mennyire kapcsolódik az előző kötetekhez? Itt most másféle formában próbálom megfogalmazni. Ugyanazt ez egy más hangszerelés. Itt most próbálom a dolgot ironikusan, humorosan megfogalmazni, rövidebben a mai kor szellemében, de ugyanarról szól mindegyik. Judit és József 25 éve házasok. A gyerekek fölnőttek. Végre kettesben nyaralhatnak. A strandon hevernek. József úszni szeretne, Judit nem. A bevett gyakorlat szerint azért együtt mennek a vízbe. A lépcsőn József megtántorodik, oldalra billen, fejét a korlátba üti. Az egész néhány pillanatig tart, ami azonban éppen elég, hogy Judit arcán mosoly fusson át. Mindjárt beszélgettünk egy picit róla, az ercsi közönség most már lassan ismeri az ercsi közönséget, mennyiben más, mint mondjuk akár Budapesten, vagy más helyen, ahol járt eddig? Inkább a közös vonásokra helyezném a hangsúlyt, hogy az emberek nagyon nehezen tudják megfogalmazni a dolgaikat, függetlenül attól, hogy Ercsiben vagy Budapesten élnek. Általában meghökkennek azon, amiket hallanak tőlem. Szemben a nagyvárosi élettel, ahol már azonosítatlan figurák tömkelegével találkozom, itt még nem azért, mert ők jó emberek vagy rossz emberek, egyszerűen a körülmények folytán ők még hordoznak hagyományos emberi vonásokat. Úgyhogy nagyon szívesen jövök ide.